Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! A mai vasárnap az öröm vasárnapja a Nagyböjtben. Az evangélium a tékozló fiú visszatéréséről szól. Minket is hív az atyai ház, hogy egyszer majd megtapasztalhassuk a teljes asztal közösséget az Istennel. Terített asztallal vár minket. Az atya, a fiú és a Szentlélek szeretett közösségébe kaptunk meghívást. Az imádsággal most lépjünk be mi is Istennek ebbe a tékozló szeretetébe, hiszen valójában talán éppen az Atya az, aki tékozló atyaként minden szeretetét ránk áldozza. Fogadjuk be most a szívünkbe Istennek a szent lelkét, erősítsük magunkat az imádsággal, és kérjük, mutassa meg minden tékozló fiúnak a hazatérés lehetőségét. A mai szentmisét a kaposvári Szent Imre templomból közvetítjük. A szentmisét Tomenek Ferenc káplánatya mutatja be. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek! Kedves testvéreim, a szentmise elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Yeah.
könyörögjünk. Istenünk, te szent fiad által csodálatos módon magadhoz békítetted az emberiséget. Engedd, kérünk, hogy keresztény néped készséges önátadással és élő hittel készüljön a közelgő ünnepekre. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim! Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki megbízott minket a kiengesztelődés szolgálatával. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal. Nem tartja számon vétkeinket. Sőt, ránk bízta a kiengesztelődés tanítását. Tehát Krisztus követségében járunk. Isten maga int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk, engesztelődjetek ki Istennel. Ő azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy általa Isten igazságossága legyünk. Ez az Isten igéje. Istennek. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük, mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához, Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt.
Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben, mondta, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak, hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Vezessétek elő a hízlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt. Elveszett, és megkerült. Erre vígadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hízlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atya kijött, és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyának, látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hízlalt borjút vágattál le neki. Ő erre azt mondta, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illet, hogy vígadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most életre kelt. Elveszett, és újra megkerült. Ezek az evangélium igéi. Nagyon jól ismert, valószínűleg már sokszor hallott példabeszéd a mai evangéliumi rész. Érdemes arra is felfigyelni, hogy mikor mondja ezt Jézus. Azzal kezdődött a mai rész, hogy azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. És emiatt a farizeusok és az írástudók méltatlankodtak. Szóvá is tették Jézusnak, hogy milyen jól érzi magát a bűnösök között. Ha olvassuk az evangéliumot, akkor azt látjuk, hogy Jézus meglepően jól érzi magát mindig azok között, akik hallgatnak rá, akik elismerik a saját bűnösségüket, és keresik Jézus társaságát. És leginkább azok ellen emel szót, akik azt gondolják, hogy mi rendben vagyunk, Isten és magunk előtt. Az, ami a kötelességünk, az, ami elvárható tőlünk, azt megtesszük. Így jogosan várjuk akár az örök életet, akár azt, hogy elkerüljenek minket a szerencsétlenségek, hogy ne legyen nagy baj az életünkben. És erre válaszul mond Jézus három példabeszédet. Mind a három arról szól, hogy Isten milyen irgalmas, és hogy mennyire örül akkor, amikor megbocsáthat és irgalmazhat. Milyen nehéz sokunknak megbocsátani. Vagy nem is akarunk, vagy hogyha akarunk, akkor sokszor küszködünk vele. Jézustól pedig azt halljuk, hogy Istennek az egyik legjellemzőbb tulajdonsága az, hogy megbocsát, és ezt még örömmel is teszi. És ha belegondolunk, hogy Jézus arra hívja az ő követőit, hogy legyetek irgalmasok, miként a ti mennyei atyátok irgalmas, akkor láthatjuk, hogy mennyire fontos Istennek az, hogy
megbocsássunk mi is. Hogy ő is megbocsáthasson nekünk, ennek feltétele van, és azt várja tőlünk, hogy mi is egyre inkább hasonlókká váljunk ő hozzá. A keresztény tökéletesség nem abban áll, hogy hibátlan vagyok, hogy nem követek el rosszat, csak jó dolgot teszek. Sokkal inkább köze van a szerető jelenléthez. Isten mindig úgy mutatkozik be, és ezt látjuk az egész Szentírásban, és ha figyelmesen nézzük a saját életünket, akkor abban is, hogy Isten jelen van az életünkben. És ha merek bízni benne, hogyha rámerem bízni igazán az életemet, akkor közelebb állok a tökéletességhez, mint hogyha az általam fontosnak tartott szabályokat szóról-szóra betartom, és ezzel azt gondolom, hogy rendben vagyok. Múlt héten is azt hallottuk, hogy a megbocsátásnak feltétele van. Mind a kettő igaz. Az is, hogy Isten mindent megtesz azért, hogy megbocsáthasson, és az is, hogy ha én ezt nem kérem, és nem látom be, hogy nekem szükségem van rá, akkor nem tudom befogadni ezt a megbocsátást. És nem tudok örülni Istennek addig, amíg nincs rá szükségem. Amíg nem érzem egész pontosan, hogy szükségem van rá. Ugye emlékszünk, hogy múlt héten a fügefáról hallottunk, amit a gazda ki akart vágni, hiszen 3 éve nem talált rajta gyümölcsöt. És a vincellér azt mondta, hogy még várj egy kicsit, adj még egy évet, mindent megteszek azért, hogy gyümölcsöt hozhasson, és hát ha terem. Ha nem, akkor vágd ki. Az is Istennek az irgalma és ajándéka, hogyha észreveszem azt, hogy az ő megbocsátására szorulok. A fiatalabbik fiú, akiről hallottunk a példabeszédben, minden szempontból eltávolodott atyától. Messzire ment, azzal, hogy kikérte az örökségét, azzal gyakorlatilag atya halálát kívánta, illetve kifejezte azt is, hogy az ő számára atya halott, és megszakad minden kapcsolat vele. És amilyen életet élt, az is méltatlan volt atyához. És a mély ponton, amikor már mélyebbre nem süllyedhetett, akkor gondolta végig azt, hogy mit is vesztett ő el. Még ha nem ismerte arra gondolni, hogy a fiúságát, az atyával való kapcsolatát, amelyik a legnagyobb értéke volt életének, hogy ezt elvesztette, abba azért belegondolt, hogy atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben. Mennyivel jobb volt az az élet, amiben részem volt. Még ha nem is fiúként, de azzal, hogy az atyához tartoztam. Egyes értelmezések szerint nem annyira a bűnbánat és az atyával való kapcsolat, a fiúi kapcsolat helyreállítása volt a célja, hanem ez a végiggondolása a jelenlegi helyzetének és annak, hogy mi az, amit elveszített. Illetve mennyivel több mindent kaphat, még akkor is, hogyha atya nem fiának, hanem napszámosnak, béresnek veszi csak be a házába. Az életem azon múlik, hogy miként tekintek Istenre, és az Istennel való kapcsolatomra. Hogy merem-e őt atyámnak tekinteni, és olyannak, aki megbocsát nekem. Aki keres engem, aki jelen van az életemben, és akkor is megbocsát nekem, hogyha mondjuk disznószagom van. Lehet, hogy nem érezhető, de a bűneim miatt akár még rosszabb állapotban is lehetek. És hogy ekkor is elmerek-e indulni atyám felé, és merek bízni abban, hogy ő megbocsát nekem. Ezen múlik, hogy mit várok magamtól, hogy mit várok Istentől, és hogy hogyan tekintek a többiekre.
A másik fiúról azt hallottuk, hogy ő bár nem távolodott el atyától, de úgy érezte, hogy szolgál atyának, aki sokkal inkább ura, mint atya. Azt veti a szemére, hogy nézd, én egész végig itt voltam veled, és mindig szolgáltalak. Merem-e Istent olyan atyámnak tekinteni, aki megtesz mindent azért, hogy az életem szépen sikerüljön, hogy boldog legyek, és hogy gyakoroljam azt is, hogy úgy tekintsek a többiekre, ahogy ő tekint. Hogy meg tudjak bocsátani akkor is, amikor nagyon nehéz. És hogy a testvéremben ne azt lássam, hogy nézd, ez a te fiad, hanem lássam azt, hogy ő az én testvérem. Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy a nagybőjt során az őszinte bűnbánatban és a nagybőjti gyónásban találkozzunk Isten irgalmával és szeretetével. És higgyük el azt, amit Ferenc pápa mond, hogy Isten nem fárad bele abba, hogy megbocsásson nekünk. Ha újra és újra ugyanazokat is kell meggyónnunk, újra és újra Isten megbocsát nekünk, amennyiben én őszintén megtérek. Keresem a vele való kapcsolatot, és próbálok az ő gyermekéhez méltóan élni. Ebben segítsen minket a Szentlélek. Amen. Most pedig valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, járuljunk bizalommal mennyei atyánkhoz, és mély alázattal terjesszük elé kéréseinket. Kérlek, Uram, segíts, hogy a tékozló fiú bátorságával álljunk eléd, és tudjuk bocsánatodat kérni bűneinkért. Hallgass meg, Urunk! Köszönöm, mennyei atyánk, hogy átsegítesz minket a nehézségeken. Kérlek, növeld bennünk a bizalmat. Hallgass meg, Urunk! Add meg, Uram, a képességet, hogy felismerjük akaratodat. A kitűzött célokhoz adj erőt, kitartást és hitet. Hallgass meg, Urunk! Kérlek, Uram, segíts, hogy minden napjainkban, így a bűnbánatban is a Szentlélek vezessen minket. Hallgass meg, Urunk! Mennyei Atyánk, kérlek, jöjj és hozz az életünkbe gyógyulást. Gyógyíts testi-lelki bajainkat, kapcsolatainkat. Hallgass meg, Urunk! Jóságos mennyei Atyánk, segíts, hogy az ellenünk vétkezőknek készséges szívvel megbocsássunk, és így mi magunk is elnyerhessük tőled bűneink bocsánatát. Krisztus, a mi Urunk által.
mindenható Atya Isten előtt. Örömmel ajánljuk fel neked, Istenünk, áldozatunkat, hogy az örök élet kenyere legyen belőle. Kérve kérünk, segíts minket, hogy hívő tisztelettel vegyük körül, és méltóképpen mutassuk be a világ üdvösségére, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten! Te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy szabaddá váljanak minden bűnös vágytól, és úgy használják a mulandó javakat, hogy többre tartsák az örök élet kincseit. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Béla püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk. Ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit.
Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus testem.
Könyörögjünk! Istenünk, Te megvilágosítasz minden embert, aki a világra születik. Kérünk, ragyogja be szívünket kegyelmed fénye, hogy mindig úgy gondolkodjunk, ahogy hozzád méltó, fölségednek kedves, és őszintén szeressünk Téged, Krisztus, a mi Urunk által. Nagyböjti lelki gyakorlatunkat pénteken, szombaton és vasárnap az esti szentmiségben tartjuk, amelyet Rajkai István, a Jézus szíve templom plébánosa vezet. A lelki gyakorlat miatt pénteken este 6 órakor is lesz szentmise. A lelki gyakorlat címe: Irgalmas Atya, irgalmas gyermekei. Az Atya a lelki gyakorlatos szentmiség előtt egy órával gyóntat. Aki teheti, végezze el húsvéti szentgyónását. Jöjjetek, és hívjatok meg másokat is. Március 19-én, szombaton délután 5 és 6 óra között tezei imaórát tartunk a templomban. Szeretettel várunk mindenkit. Április 8-ától 10-éig Ászáf kurzust tartunk Csiszér László vezetésével Kapos Szent Benedeken. A kurzus fő témája a dicsőítés. Részvételi díj 12.000 forint teljes ellátással. Jelentkezési lapok elvihetők az irodából, illetve a sekrestjéből. Jelentkezési határidő március 20-a. Érdemes a kurzusra minél korábban jelentkezni, mert csak 45 főnek tudjuk biztosítani a részvételt. További részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. Személyi jövedelemadónk 2%-áról az idei évben is rendelkezhetünk. A Magyar Katolikus Egyház technikai számát és a Szent Imre Alapítvány adószámát tartalmazó szórólapot
a templomból elvihetők, aki rendelkezni kíván a fenti szervezetek javára, az ezeken a lapokon olvasható információkat használja fel. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyházak között beérkező rendelkező nyilatkozatok darabszáma alapján osztják el az állami támogatást, ezért kérjük, hogy azok is rendelkezzenek, akiknek az elmúlt évben nem keletkezett befizetendő személyi jövedelemadójuk. A hirdetéseket megtalálhatjátok a templom bejáratánál, a Szent Imre apróban és a honlapunkon www.szentimreplébánia.hu. Aki szeretne feliratkozni hírlevelünkre, a honlapunkon megteheti, és részükre minden héten elküldjük a hirdetéseket. Segítséget kérünk a szentségimádásban, hétfőn 16-tól 17 óráig, csütörtökön 16-tól 17 óráig, illetve pénteken 11-től 12 óráig. Ha valaki bármelyik időpontot tudja vállalni, kérem a sekrestyében jelezze. Most pedig megkérem azokat, akik márciusban születtek, hogy jöjjenek ki, hogy köszönthessük őket. Kedves márciusiak, amikor azon gondolkoztam, mit kívánhatnék nektek, akkor a legjobb, ami az eszembe jutott, az az őszinte bűnbánat. Ennek az ajándékát és ennek a kegyelmét kívánom mindannyiótoknak, azt a fajta szomorúságot, amelyik az életre visz, amelyik vágyik arra, hogy megbékéljünk Istennel, magunkkal, a többiekkel, hogy változtassunk az életünkön, és ne csak megtapasztaljuk Istennek a szeretetét és irgalmát, hanem mi is egyre inkább így tudjunk, illetve ti is, de mindannyian, egyre inkább így tudjunk a többiek felé szeretettel és irgalommal fordulni. Úgyhogy ezt kívánom nektek. Isten éltessen titeket. Köszönjük, hogy vagytok. Hittanra, illetve a szüleiket egy kis kávéra, teára a plébánián.
További szép vasárnapot és szép nagybőjtöt kívánunk mindenkinek. Most pedig fogadjátok a szentmise záró áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével! Istennek a szeretete átalakít minket az imádságban. Az adakozásban pedig megmutathatjuk, hogy valóban gondot viselünk mi is a szűkölködőkre. Olyan sokaknak van szükségük a legdrágább ruhára, arra, amelybe az Atya öltöztette a tékozló fiút. Talán mi is apró segítségnyújtással meg tudjuk mutatni másoknak, hogy szeretetünkkel az Atya szeretetét tükrözzük feléjük. A mai nap kezdődik tartós élelmiszer gyűjtés templomainkban. Ezzel a gyűjtéssel megmutathatjuk, hogy a rászoruló embertársainknak segítségére sietünk. Távolról is lehet segíteni. A 1356-os telefonszám felhívásával hívásonként 500 forinttal járulunk hozzá a Caritas segélyszolgálat segítségéhez, hogy tudjunk valóban segíteni a rászorulókon. A mai szentmisét a kaposvári Szent Imre templomból közvetítettük. A szentmisét Tomanek Ferenc káplán atya mutatta be. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.